Sziasztok, kedves profitfaktorosok, kedves profitbarátok, üdvözlök mindenkit a mai videóban, és mivel olyan kevés biztonsági tippet adtam az elmúlt időszakban, ezért most szeretnék nektek egy egész videót szentelni azokra a biztonsági tippekre, amit talán az élet más területein is fel tudtok használni, amikor bármit vesztek vagy eladtok. Legyen az befektetés, vagy inkább trade. Tehát amikor azt mondanám nektek, hogy ez in, hogyha ha muszáj, akkor, akkor azt mondanám, hogy az inkább a trédekre vonatkozik, tehát azokra a rövid távú spekulatív ö, ö, adásvételekre, amit ö, például egyébként token vásárlásoknál is ö, tudtok alkalmazni. No, nézzük meg, hogy mi az a, mi az a biztonsági háló, ami miatt ö, nem még el a számlám, az a számlám, amivel azzal próbálkozom, hogy különböző friss tokenekbe szálljak be, és, és csináljak, különböző különböző rövidtávú spekulatív tranzakciókat. Ugye nagyon sokan, olvastam sok helyen, hogy, hogy sokan vannak úgy, hogy hogy el, belemélyülnek ebbe, tehát gyakorlatilag gyakorlatilag eldöntik, hogy ilyen friss tokenekkel fognak kereskedni, oda tesznek, mit tudom én, 1000 dollárt, és csinálnak két 500 dolláros tranzakciót, egyik se jön be, és már gyakorlatilag el is égett a számlájuk. Aztán vannak olyanok, akik, akik azt mondják, hogy hát ők biztonsági játékosok, ők 20-30 dollárnál többet nem raknak egy tokenba se, és nekik tovább tart a pénzük, de ugyanúgy különböző védelmi háló stratégia nélkül mennek bele a trédekbe. Itt elválasztanám egyébként a stratégiádat a, a rizikómenedzsmenttől. És a mai videóban én inkább a rizikómenedzsmentről szeretnék beszélni. Stratégiáját mindenkinek saját magának kell kialakítani, a teljesen mindegy, hogy van-e hozzá segítsége vagy nincs, használ-e indikátorokat, szoftvereket, teljesen mindegy. A saját stratégiádat azért kell kialakítanod, mert ahogy változik a piac, úgy tudsz változtatni a stratégián, ha érted, ha te hoztad létre. De hogyha csak valakitől átvettél egy sémát, akkor az pont addig fog neked működni, amíg a piac egy picit nem változik. No, de akkor a mai téma a rizikomanagement és úgynevezett stop is hívhatjuk végül is, bár ez nem a klasszikus értelemben vett stop loss, amikor egy trédet beállítunk, hogy egy adott összegnél lejjebb ne engedje a tőkénket, hanem ez sokkal inkább az a stop loss, ami a mi fejünkben van. De ne ijedjetek meg, mert egy ábrán keresztül be fogom nektek mutatni, hogy mi az, ami az én fejemben van, mi az a rizikomanagement, ahogy én állok hozzá ezekhez a trédekhez. Nos, először is úgynevezett paper trade-del kezdek. A paper trade azt jelenti, hogy van vagy egy Excel táblázatod, vagy egy darab papírod, és azon kereskedsz. Ami azt jelenti, hogy amíg nem alakult ki az a stratégiád, amiről nyugodt szívvel állíthatod, hogy hosszú távon profitábilis, addig egy dollárt sem, egy centet sem raksz bele egyetlen tokenbe se. Amikor megvan az a stratégia, akkor elkezdhetsz, bocsánat, rosszul fogalmaztam, akkor... Amikor megvan ez a stratégiám, akkor fogok elkezdeni kereskedni. Akkor is kicsivel, de hogy milyen kicsivel és mik ezek a pontos számok, ezt előre kell meghatározni. És ez nagyon fontos, hogy előre határozzuk meg. És én is előre meghatároztam, azért látjátok itt ezt a whiteboard pent a kezembe, ezt a fehér táblára letörölhető kis filcet, ugyanis felírtam magamnak a táblára méghozzá azért, hogy időközben ne változtassak, a rizikó A stratégia az rugalmas, az flexibilis, azon lehet változtatni. A rizikó a százalékos arányai azok mindig ugyanakkorák maradnak. Természetesen, ha nő a tőke, akkor ezek a százalékos arányok is tudnak nőni. Nagyon sok olyan stratégia van például a forexeseknél, ahol van egy adott tőke, ami már elegendő ahhoz, hogy havi szinten megfelelő profitokat hozzon, ott nem változtatnak a százalékos arányok ellenére az összegeken sem, tehát a százalékos arányokat viszik le, nem pedig az összegeket növelik. De itt most mi, ez a mostanában elterjedt az interneten, hogy nulláról százra, Gondolkodásmóddal fogunk menni, ami azt jelenti, hogy úgy azt feltételezzük, hogy nagyon-nagyon kevés pénzünk van, és abból szeretnénk valami nagyobbat építeni. Tehát mi, ahogy nő a tőkénk hónapról hónapra, úgy a százalékos arányokat megtartjuk, ezáltal a kereskedhető összegek nőni fognak. De hogy fognak nőni, és mik ezek a százalékok? Engedjétek meg, hogy ehhez segítségül hívjam ezt a kis whiteboardot, amit ide készítettem magamnak. Egy százalék per trade, mit jelent ez? Ö, azt jelenti, hogy ugye mivel stop loss mondjuk a pancake swapon nem lehet beállítani, legalábbis jelen pillanatban, bár felhívnám a figyelmetek rá, hogy a tronláncon, aki a tronláncon kereskedik, ott lesz a social egy agregátor, két héten belül indul, és ott bizony lehet állítani például ö, állítani például limit is, tehát hogy egy adott árszintet, ha eléri egy token, akkor vásároljon. No, de most nem ez a célja ennek a videónak, hanem az, hogy megmutassam nektek, hogy én hogy állok neki védeni a tőkémet, vagy hogy állok neki a rizikómat menedzselni. Nem tudom, hogy ezt magyarosan hogy lehet szépen mondani, hogy vigyázok a pénzemre. Én úgy vigyázok a pénzemre, hogy egy trade nem rakom rá, több mint egy százalékát annak, annak a tőkének, amit ide szánok, amit erre különítek el. Ez jelen esetben az adott példánál ezer dollár, ezer dollárnál 10 dollár per trade. Na most, hogyha uh, ugyanezt a limitet állítottam be magamnak napi veszteségszintnek is, az azt jelenti, hogy ha van egy trade, ahol uh, mondjuk 10 dollár tettem be, és csináltam belőle mondjuk 15 vagy 20 és utána van egy másik tréd, ahol megcsinálok mondjuk csak 20-30 ot de az is lehet, hogy 5x-et, bár én ilyen magasságokban nem szeretnék trédenként belebonyolódni, mert ez rengeteg stresszel jár, kivárással és kötélidegekkel, de egy biztos, ha mondjuk a harmadik trédem lesz egy százalékos bukta, tehát ott bemarad a teljes összeg, amit oda tettem, akkor aznapra abba hagyom a kereskedést. Teljesen mindegy, hogy mennyi volt a profitom aznap, az nap abba hagyom a kereskedést. Hova fog beszámítani ez a profit, amit az előző trédekben elértem? Hát vonok egy egy balanszot az napra, és hogyha mondjuk... Az egy bukó tréddel, meg a két nyerő tréddel, mondjuk egy vagy két százalék pluszban vagyok az nap, akkor az a heti négy százalékos bukomba lesz beszámítható. Az azt jelenti, hogy ha nagyobbakat is bukok a következő napokon, mivel ezen a napon profitot csináltam, ezért a heti négy százalékos bukó méretig, tehát 40 dollárig az adott példában per hét, Fogok tovább kereskedni és tesztelem élőben a stratégiámat. Miért mondom, hogy tesztelem, hiszen ez már nem teszt, ez már a saját kis USDT-mmel folyik. Viszont azért mondom, hogy tesztelem, mert az előbb mondtam nektek, hogy a stratégia az viszont folyamatosan változhat. Tehát, hogyha észreveszek a piacon olyan adatokat, olyan számokat, legyen az likviditásnak a mennyisége. Legyen az a sales tax, amit, amivel nem számoltam, vagy más számmal számoltam. Vagy legyen az egy slippage állítás, tehát egy ilyen csúszás, egy ilyen, egy ilyen hézag állítás a kereskedéskor. Hogyha ezeken kell állítanom, az a stratégia része, azon tudok állítani, hiszen van egy 4%-os bukókeretem arra a hétre, ami még nekem belefér. Na most a heti balanszom, az viszont a havi balanszomba számít bele, úgyhogy ugye 4, valahány hét van egy hónapban, tehát minden negyedik hét után gyakorlatilag megnézem, hogy mit értem el abban a hónapban, de folyamatosan monitorozom minden hétnek az eredményét, és minden napnak az eredményét a héten belül. Ezt ugye borzasztó egyszerű, mert van rá egy táblázat, és akinek kell, azt oda tudom esetleg adni, privátban tudtok írni. És a lényeg az, hogy ha a havi 8%-ot valamiért elérném, akkor visszatérek arra a hónapra a paper trade-hez. Tehát a hetinél nem, a hetinél, hogyha elérem valamiért a 4 os bukót, akkor egész egyszerűen nem kereskedek tovább, hanem csak figyelem a piacot, vagy akár lehet, hogy szünetet veszek ki, hogy pihentessem az agyamnak ezt a azt a részét, ami ezzel foglalkozik, és, és, és gyakorlatilag nem trédelek azon a héten. Viszont, hogyha havi szinten érem el valamiért a 8%-ot, tehát két héten keresztül buktam, és még van két hét mondjuk abból a hónapból, akkor viszont papíron tovább trédelek, úgy, mintha lenne 1000 dollárom, és annak az 1%-ával ugyanúgy tovább trédelek, és a paper trédes táblázatba írom be az eredményeket. Na most ezzel a technológiával egyrészt havonta maximum 8%-ot bukhatok, ami azt jelenti, hogy van 12 hónapom, tehát egy teljes évem, hogy elégessem a számlámat. Na most, ha egy év alatt ö, ö, elégetek ezer dollárt, akkor az egy, az egy ö, teljesen korrekt tanuló pénz tanulópénz pénz arra, hogy vagy feladom, vagy nem adom fel. De látom azt, hogy hosszú távon nem vagyok profitábilis, tehát nagyon nagy gondok vannak, vagy a stratégiát nem tudom beállítani, vagy egész egyszerűen teljesen más pszichológiával, teljesen, mentális, teljesen más mentális háttérrel kereskedek, mint ahogy a működő stratégiát papíron kitaláltam. Úgyhogy a, egyébként ehhez a stratégiához, hogy ezt tud követni, szerintem nagyon következetesnek kell lenned magaddal szemben. Ugye nagyon könnyű megszegni ezeket a szabályokat, a lendületben, a hévben vissza akarod nyerni az adott bukótrédet, az adott bukónapot, az adott bukóhetet. Nagyon következetesnek kell lenni. Mit tudsz tenni akkor, hogyha nem vagy elég következetes? Ha nem vagy elég következetes, akkor egy, egy nagyon jó tanárom egyszer azt mondta, hogy csináld azt, hogy egy adott trédnél, uh, tréd után legyél következetlen, de csináld meg ugyanazt, és utána megint legyél következetlen, de csináld meg ugyanazt a trédet, és utána, a, hogyha következetes voltál aznap, mert ugye megcsináltad háromszor ugyanazt a rizikómenedzsmentet, akkor legyél következetlen ugyanígy még egy napot, és akkor utána legyél következetlen még egy napot, de csináld ez, ez alapján, tehát újra kezded, és újra ez alapján, a technológia alapján vagy következetlen, és akkor, ha megint következetlen vagy, és megint következetlen vagy, és megint következetlen vagy, akkor nyilvánvaló, hogy az már egy következetesség. No, ezek után a nagyon okos gondolatok után nem maradt más hátra, mint hogy megkérjelek ben, benneteket is egy szívességre. Én meg mutattam azt, hogy a rizikómenedzsmentem hogy néz ki, és hogy állok neki ezeknek a kis különböző tokenneknek a megvásárlásához. A YouTube nem nagyon szereti azt, amit én csinálok, ugyanis amint van valami, kipattanik valami a fejemből, azonnal csinálok róla egy videót, és a YouTube is a következetességet szereti. Azt szeretné, ha minden nap négy órakor, minden nap egy 15 perces videót raknék ki, minden nap ugyanazt a hallgatóságot vonzanám be, de mivel nekem rengeteg témám van, nagyon hektikus az, hogy mikor jut eszembe, és ezáltal a hosszúsága sem egyelő ezeknek a videóknak, ezért nem szereti a YouTube ezeket a tartalmakat, viszont azt meg tudom tőletek, hogy ti meg igen, Úgyhogy segítsétek a YouTube algoritmust, azzal legyetek kedvesek, hogy egyrészt feliratkoztok, ha már egyszer megnéztétek ezt a videót, és tetszett, mert ha még mindig nézitek, akkor valószínűleg volt mit mondanom nektek, és dobtok egy lájkot like a videóra, és ne adj Isten, még hogyha lennétek olyan kedvesek, hogy megosztjátok másokkal is ezt a videót, akkor azt nagyon-nagyon megköszönném, hogy az angol mondanád, de hogy mean the world for me, tehát hogy az az egész világot jelentené nekem. Jó, úgyhogy vegyük be együtt a kanyarokat, legyünk együtt jók a tokenek vásárlásában és eladásában, védjük együtt jól a tőkénket, és a dollár vagy a bitcoin legyen veletek. Sziasztok, találkozunk a következő videóban, a Profit Faktor bennetek van.